Üdvözlöm a Media Voice Podcast nézőit, köszönet, hogy teret engedem ennek a beszélgetésnek. Károly Antal vagyok, én leszek ma a házigazda, köszönöm a felkérést. A beszélgető társaim, a, itt élőben Muha Kornél, és online a Szilvai Péter. A, egy, egy rövid háttér ahhoz, hogy, hogy mérülünk itt. Igazából Kornél, te voltál az, aki Fe, megkerested a MediaWorks podcastot, és, és hogy ö, neked van néhány a szívedhez közel álló téma, amiről szívesen beszélnél, és ez, a, ez adta az apropót, ö, és Péter vállalkozott arra, hogy, hogy úgymond a opponensed legyen, tehát hogy te, te vagy a piros sarokban, mint kihívó, és a, a kék sarokban Péter. Ö, Egyébként ma, amikor felvesszük ezt ma, ma húsvét vasárnapon, amiben semmilyen szándékosság nincs, a Media Voice podcastnak az első ateista témájú beszélgetése az karácsonykor volt. Ebben sem, semmi tervezettség nincs, csak így lehet ennyi embernek a, a, az idejét össze szinkronizálni, úgyhogy ezért alakult, hogy, hogy, így, hogy, hogy Éppen húsvétkor lesz egy ilyen ateizmus témájú beszélgetés. Egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni mind a kettőtök, hogy civilben mit csináltok, csak nagyon röviden, kornél. Jelenleg egyetemre járok, és elsősorban történelmet tanulok, és egészen egyszerűen a, egyáltalán a vallás történet, meg a, a különböző civilizációknak az eredete az a téma, amit vele szívesebben foglalkozok, ezt nagyon szeretem, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, tehát alapvetően a motiváció, ami miatt például ezt a vitát is kezdeményeztem, meg amiért egyáltalán felkeresek, hogy is mondjam, ilyen témával foglalkozó, akár videókat, akár bár bármilyen csatornákat, meg közösségeket, az az, hogy szerintem azáltal, hogy kizárólag természettudományos Ö, szempontból vizsgálunk meg egy ilyen teista, ateista ö, kérdést, hogy ez most egy ilyen teológiai, abszolút elméleti síkon mozgó vita maradjon, az egyetlen egy nagyon-nagyon széles körű szempont, az a természettudományos érvelésre felfűzött tagadása az Isten létezésének, de úgy gondolom, hogy van egy teljesen másik, egy, nem is azt mondanám, hogy bölcseleti oldala, de hogy alapvetően vannak, -e, vannak másfajta tudomány, tudományágak is, amelyeket a jelenkori közbeszéd teljesen figyelmen kívül hagyja, ez a nagyon fontos része. Tök jó, ez tulajdonképpen a expozéja volt annak, amiről ma beszélgetni fogunk, de azért maradjunk még a bemutatkozó körben. Péter, te is mondjál egy pár szót magadról. Szilvai Péter vagyok, New Yorkban élek, civilben egy bankban dolgozom. Egyébként körülbelül két éve kezdtem így vallás kritikával aktívabban foglalkozni. Létkérdések podcast címen van egy hitvita podcastünk, amely egy keresztény ateista hitvita podcast, én az ateista oldalt képviselem ebben. És a fő motivációm igazából az, hogy azt látom manapság, hogy ezek a nagy szeretetvallások több és több gyűlöletet generálnak a világban, tehát van egy negatív oldaluk, illetve van egy pszichológiai megnyomorító szerepük, amit a, sajnos a híveiken Látok, hogy létrehoznak, illetve eléggé irritál engem az irracionalitás, meg a babonaság, ami szintén bizonyos uh, vallásos rétegeket jellemez. Úgyhogy azt gondoltam, hogy egy ponton erről el kell kezdeni beszélni, és megmutatni a szélesebb publikumnak, hogy mik történnek a templomok falai között, akár csak így a filozófiájuk, vagy az állításaik, vagy az ígéreteik terén, amiket azt gondolom, hogy erős kritika illeti meg. Említetted a podcastot, nem fogunk nagyon részletesen belemenni, de, de talán egy-két egy szót érdemes erről lejteni. Egyébként a csatorna elérhetősége az benne lesz a, a videó leírásban. A, az, azt szeretném kérdezni, hogy, hogy, hogy te ugye New Yorkban élsz, és a beszélgető társad Indianapolisban, hogy itt van egy ilyen kozmopolita és középnyugat, tehát a, a kozmopolita a New Yorkban élő bankár és, és a, a középnyugaton élő, vagy ez, ez, nyilvánvalóan baromi előítéletes a kérdésem is, de hogy, de, hogy, hogy, ez nyilván tök véletlen, vagy azért mégiscsak van valami, hogy, hogy neked miért, 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 New York az, ahol élsz, és, és a, a beszélgető társad meg, meg a középnyugaton. Hú, ez egy nehéz kérdés. A, persze a New Yorki bankár sztereotípia azt így gyönyörű szépen föl lehet festeni, és gyönyörű szépen félrevezetne egyébként mindenkit. Én egy eléggé filozófikus embernek tartom magam, mint ahogy ez ezekből a beszélgetésekből látszik. Kozmopolitának kozmopolita vagyok, miközben én erősen kötődöm kulturálisan, személyesen és ezer Magyarországhoz. Tehát nem, nem az a fajta kozmopolita vagyok, hogy Például a nemzetiség az valami eltörlendő dolog, mint ahogy egyébként a vallásról sem gondolkodom úgy, hogy az valami eltörlendő dolog lenne. Ellenben tudok ugyanúgy tisztelni más kultúrákat, más nemzeteket, és örömmel vegyülök velük. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy ezt a előtéretes kérdést, ezt nem pozitívan megfordítottad. Nagyon röviden, és ezt, ezt tényleg szeretném kérni mind a kettőtöket, hogy röviden nyilatkozatok, hiszen úgyis el fogunk mélyedni ebben, de hogy egy, egy picit mondjatok arról, hogy a, a egy pár szót, hogy, a, a, hogy kapcsolódtok a, a valláshoz, illetve az ateizmushoz. Ez tényleg csak bevezető jelleggel, és mi a, mi a személyes sztoritok. Nekem nincs olyan túl hosszú történetem, középiskola alatt, mint minden egészséges identitását kereső massziú. elkezdtem otthon a faluban templomba járni, és ez tartott ilyen két-három évig. Aztán elköltöztem, és nem volt semmi radikális kiábrándulás, egyszerűen csak már nem képezte a részét a mindennapi életvitelemnek. De valamilyen nyomot hagyott bennem, nem is konkrétan az a vallásos közeg, mert, mert tudjátok, tehát nem ez volt, hogy akkor ott ilyen nagy közösség, hanem legtöbbször öregnénik voltak bent ennyi. Egyszerűen csak tetszett az egésznek így a kulturális faktorra, amit egy ilyen kis falu életébe vitt. Péter? Nekem a kötődésem az elég erős. Gyerekkoromtól kezdve én családi vonalon egy római katolikus neveltetést kaptam. Évtizedekig benne voltam ezekben a közösségekben, iskolákban, hitközösségben. Tényleg hétről hétre és akár hétköznapokon is hallgattam azt, hogy hogy áll össze ez a filozófia, meg mik az állításai. És akkor még nem beszéltünk mindenféle egyéb önkéntes munkákról, amik szintén ilyen közösségekben zajlottak, még az egyetemi mesterdiplomámat itt Amerikában még azt is egy katolikus üzemeltetésű egyetemen végeztem, úgyhogy azt hiszem, hogy elég jó belelátásom van. Úgy egyébként szerintem a gyermeki fanatizálhatóságon túl nem nagyon hatott rám sosem, mert én emlékszem már egész kiskoromtól, hogy nekem nagyon sokszor kilógott a lóláb, hogy amikről prédikálnak, amiket mondanak, meg aztán ahogyan a az emberek viselkednek ezek után, ez az egész itt semmivel semmivel nem stimmel. Tehát ez vérzik. Úgyhogy uh, igazából szerintem az én utam elég korán így lekanyarodott annak ellenére, hogy közeli megfigyelőként néztem, hogy mi zajlik. Amikor így uh, készültem erre a, a beszélgetésre, nekem az, az lett, uh, egy, érzékeltem egy közös vonalat nálatok. A Kornél neked több megnyilvánulásodat is láttam a Facebook, az a Klub Facebook csoportban, ahol, ahol, többször is rápirítottál a, a, a beszélgető társaidra, hogy, hogy, ennél azért kulturáltabb, kulturáltabb és minőségi vitát várnál el. És a, a Péternek, a, amikor belenéztem a, a csatornátokba, engem nagyon megfogott az, hogy mennyire baráti hangon, nyilván a barátoddal beszélgettek, de, de azért mégiscsak egy ellentétes álláspontot képviselve, egy, egy, egy egész csatornát, egy, egy egész podcastot fölépítettetek úgy, hogy, hogy, hogy ez egy, egy, konstruktív, barátságos, a másikat meghallgató üzemmódban működtök, és, és, és ez, ezért én nagyon kíváncsi vagyok erre a beszélgetésre, hogy, hogy hogy itt is az, az azt várom vagy 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 hogyha ez mindenketten ilyen jól képviselitek, akkor, akkor ez ez várhatóan egy egy ilyen hangulatú beszélgetés lesz, ahol ö, konstruktívan tudunk ö, 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 adott esetben eltérő álláspontokat képviselni. És akkor csapjunk is bele. Kornél, tehát igazából most már egy-két mondatot mondtál. Ö, ö, arról, hogy, hogy mi nyomja a szívedet, de akkor most itt a lehetőség, hogy, hogy egy picit fejtsd ki azt, hogy, hogy a részvételed, tehát miért veszel részt például a, ezekben az ateista csoportokban, mit vársz tőlük, tőlünk, hiszen én egyébként innen is, mert, tehát én is részvevője vagyok ennek a csoportnak, úgyhogy én is innen kerültem ebbe bele, tehát mit vársz tőlük, vagy tőlünk, Esetleg van-e valami konkrétum, amit, amit keresel ezekben a csoportokban? Hmm. Azt, hogy hogyan kerültem bele, arra már nem emlékszem, szerintem valami vallás történeti könyvvel kapcsolatban kerestem valamit, és talán egy másik csoportban volt egy ilyen komment, aminek nyomán ebbe a csoportba, vagy, vagy, vagy tehát lehet, hogy egy teljesen másik csoportba jelentkeztem, és valahogy így ö, kötődik. Amit igazán keresek, az az, hogy ö, a, legyen ennek egy fórum. Szerintem az ateizmus az egy, egy, egyáltalán az, hogy nem egy ilyen mi van a táskában videóval foglalkoznak emberek, hanem komoly lét kérdésekkel. Ennek szerintem nagyon szomorú, hogy egy ennyire, egy, tel, egy totálisan a gazdaságnak alárendelt világban, erre, ennek ugye nincs piaca, erre nincs piaci igény, ez nem tud fennmaradni, nagyon-nagyon-nagyon kevesen nézik relatívan. Tehát, hogy nem számítatunk arra, mint ami volt mondjuk, tehát nagyon sok nagyon-nagyon izgalmas és kultúrát hitvita volt például a középkorban, amikor mondjuk egy, nem tudom, mondjuk a liézsi püspök bent a templomban vitatkozott egy, egy eretnekkel, aki teljesen mást képviselt, és lehet, hogy még mágiára is küldték a bizonyos politikai okok miatt, de hogy annak ott egy óriási népszerűsége volt, és szerintem ezek nagyon fontos kérdések, és hogy alapvetően én leginkább ezt keresem, mert én nem vagyok egy vallásos ember, inkább szkeptikusnak vallom magam, de, de én egyáltalán nem tudok elhatárolni attól, hogy lehet, hogy van valami, hogy, hogy az, hogy emberek hisznek, az lehet, hogy tényleg egy magasabb minőségű gond, nem is gondolkodás, mert a gondolkodáson kívül még valami plusz, és én leginkább ezt a fajta irányvonalat keresem. Bármilyen, Nem is azt mondanám, hogy egy politikai párt, egy közösség, egy kulturális egyesület, bármilyen csoport formájának a megnyilvánulásában. Mi, ö, neked mi az ö, ateizmus definíció? Ezt mind a kettőtöknek meg fogunk kérdezni nagyon röviden, hogy, hogy neked mit jelent az, hogy ö, ö, ateizmus? Hmm. Maga a szó pusztán annyit, hogy egy olyan világkép, amelyben nem fér bele egy, ö, egy isteni entitásnak a létezése. Péter, ez te hogy látod? Én ezt Ctrl-C, Ctrl-V, én ezzel tudok azonosulni. Aha az én megértés ez, ez érdekes ha azt, azt mondjátok hogy nem fér bele akkor ez azt jelenti hogy ti úgy definiáltak az ateizmust hogy, hogy határozottan tagadja bármin isten létét, vagy vagy én inkább én onnan lát én onnan nézem az ateizmust hogy engem még nem győzött, még nem győzött meg érv és és ettől inkább egy ilyen én, én úgy állok hozzá, mint mint a télapóhoz hogy hogy hogy, hogy nem győzött meg. Hát igazán nekem behelyettesíthető a Télapó és a, az Isten abból a szempontból, hogy pontosan ugyanannyi bizonyíték áll rendelkezésre. Ez nem tudom, ez mennyire fedi le a ti, a ti definíciótokat? Én a magam részéről, ugye örök kérdés, hogy ateistának vagy agnosztikusnak hívjuk magunkat, melyik az egészségesebb, melyik a produktívabb. Én ezt valami kevéssé látom egy fontos kérdésnek nincs benne a TOP 10 legfontosabb kérdésben szerintem. Inkább az a szerepe, hogy a, a szájkarate meccseket ezt tudja moderálni, hogy ki van a bizonyítási kényszer, de szerintem a nap végén így is úgy is oda jutunk el, hogy mit csináljak, és mi fog történni. Tehát azt mondja például egy vallás, hogy imádkozzál így meg úgy, meg viselkedjél így meg úgy, meg menjél el meg arra a szertartásra, amit így meg úgy csinálj, és akkor majd az életedben áldás lesz, vagy nem lesz áldás, vagy majd utána jutsz a mennybe, stb. stb. Ezek azok a praktikus állítások, amiken ez az egész letesztelhető, és akár át lehet ugorni az egész hitvitát kompletten, az egész filozófiai elméleti részét, és azt mondani, hogy mondd el, mit csináljak, mi fog történni, megnézzük, működik, nem működik. Ezt és tökül, akkor talán nagy... a te is, meg agnosztikusnak. Ez egy nagyon pragmatikus hozzáállás, és erre nagyon kíváncsi leszek, mert, mert hogyha jól értem, Kornél, ne, neked a, pontosan az a mondás, mert ez, ez egy nagyon empirikus és, 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 és pragmatikus hozzáállás, és nagyon közel áll egyébként, mondom itt semleges beszélgető partnerként hozzám, de, de hogyha jól értem, ne, neked kifejezetten az a mondásod, hogy van, van más szempont is. Igen, és szerintem tök jó, nagyon jó, hogy beosztod ezt a Mikulást, mondtál, hogy teljesen mint egy húsvétényuszi, nyuszi, mert nagyon fontos, hogy az ateizmus az a hitnek is a tagadása. És az egy óriási, tehát a közbeszédben ugye a hit nagyon-nagyon nincs definiálva a napjainkban, és főleg egy, mondjuk egy ateista számára ez sokszor olyan, hogy ez nem tekinti mondjuk, nem tekinti például egy szakkifejezésnek azt, hogy mi az, hogy hit, pedig ez ugyanúgy lehet definiálni, évszázadokon át mondjuk a, középkorban, meg a koraújkorban nem tudom milyen hitviták voltak azzal, hogy egy pusztán ilyen szavakat definiáljanak, óriási irodalma van ennek, és az, hogy a, Mikulás meg a Húsvéti ugyanúgy nem tudott például elfogadni, hogy léteznek, azért az nagyon más, mert azok ebben a monoteista megközelítésben bálványoknak számítanak. Tehát, és az vissza, az vissza megy egy olyan korra, amikor még a maga mondjuk a JHVH kultusz a judaizmusban, az ugyanúgy csak egy istent, egy nomád ilyen sivatag istent jelentett a, a sok közül. És euh, abban, azért, abban a korban még a mágikus világkép uralkodott. És nagyon fontos, hogy abban az emberek nem hittek. Tehát egy kifaragott Poseidon szoborban, a, nem tudom, egy Bál Istennek a szobrában nem hittek, az annak a, annak a bizonyságában éltek, hogyha így meg úgy megcsinálják a szertartást, a, ellejtik a körtáncót, akkor esni fog az eső, és a többi. Ö, ugyanolyan bizonyságban fogták fel ezeket a jelenségvilág és természetvilágnak a, a lényegeit és megnyilvánulásait, mint ahogyan mi ma felkapcsoljuk a villanyt, és tudjuk jól, hogy ha azt a kis mozdulatot megcsináljuk, akkor világosság lesz. Ha meg lekapcsoljuk, akkor meg sötétség. Ők ugyanígy ö, gondolkodtak a mágikus világében, és a késői a judaizmus éppen ezt haladja meg azáltal, hogy nem, nem működik tovább ez, hogy te ezt csinálod, mert a világ nem ilyen módon működik, hanem az, az abstrakt, az ábrázolhatatlan egyisten képére van bízva. Mm. És ilyen értelemben szerintem a pogányvallások, vagy a, a szigorúan vett monoteizmus előtti egyisten hit ö, vallásainak, istenének tagadása, az nem ateizmus ugyanabban az értelemben. Ez jól látszik például abban is, hogy szerintem ma a modern ateizmus kifejezetten ez ellen a zsidó-keresztény kultúra, vagy nem kultúra, hanem hogy ezen felfogás ellen irányul, nem pedig mondjuk, nem tudom, egy Zeus kultusz ellen. Azért én azt gondolom, hogy, abban, hogy tehát én egyik Istenben sem hiszek, és akkor ez, ez, ez mindenkit is befed. De Péter, hagyd hogy ha már elhangzott a modern ateizmus, amit ha jól, és cáfoljatok meg, hogyha én ezt rosszul látom, de ez a Sam Harris, Christopher Hitchens, Richard Dawkins féle vonal, ezt hagyd meg Péter, a, a, Facebook oldaladon a, a portréfotó a Sam harris állsz, ami azt jelenti, hogy, 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 hogy személy, személyes ismerettség is van, és Ebből azért gondolom, hogy fontos neked az ő munkássága. Te hogy látod ezt a modern ateizmus kérdést? Ez, ez miről szól? Van-e tehát ez, ez egy egységes gondolati irány, vagy, vagy ez csak néhány szerző? Mi ez a modern ateizmus valójában? Igen, volt szerencsém találkozni néhányukkal. Ez az egyik nagy előnye, ha az ember New Yorkban él, hogy Sam harris Richard dawkins meg egyéb nagy gondolkodókkal, Stephen Pinkerrel, akár hogyha ateizmusról beszélünk, volt alkalmam találkozni. Én nem, ahogy Cornél mondta, hogy mennyiben más a mondjuk a kereszténység és az ábrámi vallások, mint az azt megelőző vallásoknak a mágikus gondolkodása, Se, én semmi különbséget nem látok, hogy őszinte legyek, pont ugyanazt, a, pont ugyanaz a struktúrája, pont ugyanúgy megvannak a, a, az istenei, a rituáléi és az ígéretei. És ilyen szempontból én a modern ateizmust nem látom különbözőnek a, nem tudom, régi ateizmustól, vagy úgy a tradicionális ateizmustól, hogyha ezek egyáltalán dolgok. A modern ateizmus az pusztán csak annyi, hogy Különösen például a szemheris munkássága az a szeptember 11-i terror támadások után kezdődött. Tehát ott volt egy olyan trigger, ami egy globális, nagyon erős trigger volt arra, hogy a, arról, hogy ki miben hisz, és ennek mik a következményei, arról elkezdjünk beszélni. És, és ez az egész racionalitás, irracionalitás, mit jelent a hit, hogyan jó gondolkodni, melyek, mely ötletek jók, mely ötletek nem jók, ezeknek hirtelen nagyon erős a templom falain túlnyúló következményei lettek, amikor épületek omlottak össze. Ilyen szempontból a modern szerintem csak egy hulláma a, a ennek a gondolatvilágnak, de nem látom különösebben, hogy alapjaiban újat képviselne, inkább azt látom, hogy jobban kidolgozott és, és friss és aktuális. Szomorú aktualitása lett. Én is egyébként a. a... A 2000-es évek közepén kezdtem olvasni, akkor olvastam először Christopher Hitchens-t és Harris-t, és számomra azt a újdonságot hozta az ő világuk, vagy amiket ők mondtak. Én addig teljes mértékben arra a liberális álláspontra iratkoztam fel, hogy mindenki gondol, amit akar, én nem szólok vele senkinek sem, ez nyilvánvalóan te belső ügyed, stb teljesen rendben van, és engem ők, hogy úgy mondjam, radikalizáltak, vagy ők toltak abba az irányba, hogy, hogy hűha, azért itt komoly problémák vannak, mert, hogy, mert bizonyos gondolat, gondolatok, azok fegyverként használhatók, vagy, 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 a segítségükkel nagyon komolyan, nagyon komoly károkat lehet okozni a, a, a mai világban, és, Ebbe, tehát ez, 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 ami, ami bennem zajlott le, én ehhez kötöm a modern ateizmust, ez egy, ez egy militánsabb, ők maguk is néha mondják ezt a kifejezést, hogy hogy militáns ateizmus. Ebből a szempontból most hirtelen visszahoznál a kornél téged is a, a mai világba, hogy a, a, a mai világban hogy látod a a vallások, vagy, vagy, az, a, vagy, akár tőlem korlátozhatjuk most ezt a beszélgetést, vagy, vagy, vagy most a következő kérdés erejéig legalább a három nagy egy hétre akár. Te hogy látod ezeknek a vallásoknak a, a szerepét és a veszélyét, vagy, vagy esetleg, vagy, vagy lehet, hogy túlozzuk ezt a veszélyérzetet ebben a világban? Úgy gondolom, hogy nagyon kihegyezítek magára az iszlám fundamentalizmusra, és az az annak. Nekem a kereszténység is csak benne van, mm. csak mondom. Tehát, Egy... azért mondom hogy a, a, mm -hmm. tehát én mind a három egyisten hitet elég elég károsnak tartom. Igen, de ak akkor nézzük csak meg a Európát, vagy egyáltalán a nyugati civilizációt, akár az amerikai keleti partot is. tehát... Alapvetően ma az egyházaknak semmilyen súlya nincs. Nincs ö, ala, ö, jóformán a 17. század óta ö, nincs politikai súlya, nincs szemmel látható vagyonuk igazából. Tehát egy olyan világban, ahol a nem tudom, a legnagyobb közösségi média oldalnak körülbelül akkora a tőkéje, mint Szlovákia egy éves GDP-je. Én nem tudom komolyan venni azt, hogy félni kellene egy egyháztól, akinek viszont, aki viszont nagyon-nagyon komoly kulturális alapköveket rakott le még 1000-1500 évvel ezelőtt Európában, és ma igazából teljesen súlytalan. Értem, hogy vannak visszaélések helyi szinten, akár lehet ez bármilyen ö, erőszakos cselekmény, lehet az, hogy nem tudom, valami kelet-magyarországi háta mögötti faluban van egy néhány százezres, vagy egy-két millió forintos nagyságú korrupciós botrány. Ezeket, hát persze ezekről tök jó, hogy ezeket fel kell tárni, ezekről beszélni kell, mint büntetőjogi kategória, de hogy alapvetően az egyházaknak borzasztóan kicsi a súlya, és szerintem ez megmutatkozik a kultúra és a szellem hanyatlásában, és ezt még majd kifejtem a későbbiekben, ha... Péter, ezt hogy látod? Ó, hát ez, 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 számomra ilyen égbe kiáltó érdekesség legalábbis. Tehát azt mondani, hogy nincsen politikai súlya, és nincsen vagyona, és erre ráadásul pont Amerikát hozni példának, hát ez, ez valami egészen elképesztő, ahol gyakorlatilag a number one politikai influencer, legalábbis a republikánus oldalon az a vallás. Erre konkrét példák vannak, hogy hogyan politizálódnak át egyébként teljesen politikamentes kérdések is, és a vallás az a közeg, amely fogja és átpolitizálja, és ilyen formán ugye politikai oldalaknak a, a, a malmára hajtja a vizet. És ezt úgy mondom, hogy különösebben nem foglalok állást, hogy most én nem is szavazok Amerikában, például nem vagyok republikánus vagy demokrata. De hogy ne lenne politikai súlya, az, az szerintem abszurd. A vagyonkérdés pedig, amelyet egyébként tudatosan tart teljesen intranszparensen a vallás, megint csak pont Amerikát hozni példának, ahol ráadásul nagyon perverz, kivételező adótörvények is vonatkoznak rájuk. Én személyesen volt alkalmam, amivel megkértek, hogy mondjak pénzügyi véleményt egy magyarországi egyházi intézménynek bizonyos kimutatásait láttam, nagyon sok nullát láttam ott a számok végén, úgyhogy ezzel ez, ez minimum nem értek egyet. A katolikus egyháznak azért az egy kisebb, hát az, az egy államméretű gdp je van, ez most nagyon jó lenne előásni, hogy, hogy, hogy milyen számok figyelnek, és, és, ott azért van egy, egy évszázadokra visszamenő olyan tehát ott, ott vagyon elkobzások voltak, mit tudom én, ami, amikről az a minimum beszélni kellene, és nincs, én nem tudok uh, arról, hogy erről érdemi közéleti diskurzus lenne. Ö, um, nyilvánvalóan nem, nem szeretnénk nem politikai, pláne nem lokálpolitikai irányba nem menjünk el, mert, mert az, 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 igazán szórakoztató, de, de most, most lehet, hogy el, elterelni a, a figyelmet a, 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 fókuszról, de, hogy, de hogy azért Azért tényszerűen a, például a, például a katolikus egyház, vagy vagy akár a, a mondjuk a mormonok közismerten azért nagyon komoly vagyon gyűjtöttek össze, tehát ezek nem elhanyagolható tényezők legalábbis itt ebből a székből. Ülve. Uh -huh. Én először is ketté választanám a, a, a kifejezetten a kálvini protestantizmus utáni klasszikus. Calvini meg az abból fakadó neoprotestáns vallásokat a katolikus egyháztól, mert teljesen más, tehát teljesen, ez, ez előbbit egy teljesen szervtelen a kereszténység történetéből nem következő politikai hatalomnak vagy szervezetnek tekintem. Én bármilyen protestáns egyházat abszolút morálisan a, egy ilyen farizeus beállítottságú szervezetnek tartok. Persze dogmatikailag keresztény, meg úgy van benne a vasárnap énekben, hogy ugyanúgy benne vannak az evangéliumok, vagy az evangélium történet, a Jézus Krisztus, ami megváltunk, és hasonló szövegek, de hogy egyébként az a mentalitás, az a az a belterjes, a modern kapitalizmus, amit ugye a Max Weber is már száz éve megfogalmazott, az kifejezetten ebből fakad, és az nagyon-nagyon mélyen antikrisztusi. Tehát én ezt ilyen szempontból teljesen szétválasztanám, és én azt ö, morálisan, meg, ö, meg, hogy is mondjam, tehát nem dogmatikailag, hanem kifejezetten a misztika szempontjából semmilyen értelme nem tartom kereszténynek. De az nyilván egy más kérdés, hogy ma már egyáltalán nem működnek olyan radikálisan, mint mondjuk a korai korban. És a pénzről meg, még az, arról tényleg csak annyit, hogy oké, persze, nyilván van egyfajta vagyonok, mint bármilyen cégnek van vagyona, de egyrészt ma csak így tudnak Egy olyan világban, ahol a cégeknek van a legnagyobb súlya, Öh, egyrészt csak így tudnak működni és egyáltalán fennmaradni, másrészt meg nem feltétlenül csak összeharácsolták azokat a pénzeket, tehát abból azért. Öh, tehát iskolákat tartanak fent, kórházakat tartanak fent, nem tudom, ételt osztanak a rászorulóknak, meg missziós tevékenységeket folytatnak, mondjuk betegek gyógyításáért. Tehát, hogy azért nem azért kapják ott a pénzt, hogy csak úgy, nem tudom, celebráljanak mondjuk egy misét, ami egyébként szintén egy elég komoly értelmiségi munka. Tehát, hogy az azért nem egy futószalag mellett állni és a kéket a piroshoz tenni, és hasonló kvalifikáltságot igényel. Azt azért, ha megengedett, szerintem el kellene dönteni, hogy akkor egész pontosan miről beszélünk, mert gyakorlatilag a, a világvallások testéről azt mondtad, hogy leválasztanád a komplet protestantizmust, ezen kívül előtte mondtad, hogy leválasztanád az iszlámot, akkor vaj, mi kevés dolog marad, nem baj, csak definiáljuk, hogy akkor, ha vallások alatt ilyen radikális szeleteket levágunk ebből a tortából, akkor mi marad? A vagyon tekintve pedig szerintem szó lenne a transzparencia. Én senkitől nem sajnálom a vagyont így egymagában, nem tartom a vagyont rossznak vagy, 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 vagy jónak, ezek, ezek eszközök, de amiért mondjuk megérnék küzdeni az az, hogy, hogy például a cégek és az egyház között az a különbség, hogy a cégeknek vannak publikusan benyújtott ugye, mérleg eredménykimutatás, tehát pénzügyi adatai, amelyeket le lehet kérni, az egyházról, meg a Vatikánról, ez nem annyira mondható el. És ez probléma? Ez szerintem egy nagyon nagy probléma. Tehát én úgy gondolom, Tehát hogy. Látnunk, látnunk kellene, hogy mi az, ami befolyik, mi az, ami kifolyik, és mi az, ami megmarad, és milyen vagyon áll a rendelkezésre. Gyakorlatilag a cégeknél, ahogy növekednek, szinte szükségszerűen elérik azt a méretet, amikor ugye publikussá válnak, és onnantól kezdve emberi limitációkon belül, de a transzparencia nagyon-nagyon megnő. Igen, csak és az, az a... egyházak pedig, akik, akik már messze, bizonyos egyházak messze túllépnek, akár jegyzett cégeknek is a vagyon mennyiségét, és nem mondható el róluk ugyanez. Viszont... A transzparen... nem nagyon látok olyan érvet, ami a, a, az egyházi pénzügyek transzparenciát, transzparensé tétele ellen szólna. Ellenben a, Ellenben, hogyha nincs transzparencia, az ugye elég komoly visszaélésekre ad lehetőséget. Amik vagy ott vannak, vagy nincsenek, ezt már mindenkinek a fantáziájára bízom. Morálisan azért mindenképpen tennék különbséget, mert a, én azt látom, hogy a cégek ebben a modern kapitalista működésben annyit csinálnak, fő, főleg a, ezek a mindenki által jól ismert transnacionális cégek, hogy irracionális vágyakat keltenek az emberben, folyam egy folyamatos rohanásban, szorongásban tartják az embert, szétcseszik a környezetünket, még az egyháznak. Lehet, hogy Pont, amit az elején mondtál, hogy te alapvetően praktikus ö, okokból közelített meg, hogy nézzük meg, hogy mivé válik ez az egész, és utólag értékeljük. Ö, lehet, hogy pont e -mi, ezen a síkon kisiklik teljesen, de elviekben legalább valami jó ügyért ö, létezik, és alapvetően az egész kultúránkat teremtette meg. Még a cégekben ugyanezt az értékelőséget nem látom. Legfeljebb azoknál a pici, helyi kis lokális cégeknél, akik mondjuk valami közösségügyet vállalnak fel, de azok nem is piac képesek egy ilyen világban. Én maximálisan osztom a kapitalizmus kritikádat, csak megfejelem egy egyház kritikával is, ugyanis szerintem minden, amit elmondtál gyakorlatilag egy az egyben átülthethető. Tehát ez egy, ez egy kicsit béna közhely, ezt rakom a legelőre, aztán lépjünk is tovább, hogy mondjuk a, a katolikus egyház a világ egyik legnagyobb multinacionális vállalata. Kicsit sántít a hasonlat, de például az, hogy irracionális vágyakat kelt, és hogy szorongásban tartja a követőit, egy az egybe átültethető, gyakorlatilag semmi más nincs, mint az, hogy megkeveri a mérget a híveinek, hogy te mennyire rossz vagy, meg ez az egész világ a pusztulás felé halad, de hogyha eljössz hozzám és föliratkozol a heti egy ostjára, akkor minden más lesz. És szintén az, hogy elviekben jó ügyeket szolgál, ez is igaz egyébként a cégekre is, meg a vallásokra is. A cégek is Elméletileg, hogyha kinyitsz mondjuk egy ökonomiai könyvet, akkor arról fog szólni, hogy probléma, megoldás, és hogyha te megoldasz problémákat, akkor majd ugye pénzügyileg növekedni fogsz, és hogy ez a piac piacképesség alapja pont ugyanígy a, a vallásnál is megteremt egy problémát, majd felkínálja a, az áltudományos megoldást. És persze a cégek, mondom, osztom egyébként a kapitalizmus kritikádat, én elég kemény kapitalizmus kritikus vagyok, például ezzel, hogy miközben valóban a probléma megoldásért jár a pénz, de ez azt, azt az incentívet eredményezi, hogy problémákat létrehozni is jó üzlet, hogyha utána meg tudod oldani. De a vallás egy az egyben pont ugyanezt csinálja. Ráadásul olyan problémákat teremt, amik vagy megoldhatatlan, mint az, hogy jaj, meg fogunk halni, és akkor erre beígér egy megoldást, vagy pedig nem is léteztek, mint az, hogy mondjuk az ember eredendőleg bűnös. Hmm. Igen, erre, erre viszont azt mondanám, hogy ö, igen, csak a céget azt valaki megalapítja. annak az Van egy vállalkozó, akinek van egy koncepciója, ö, aki szeretne mondjuk pénzt csinálni ebből. Lehet akár, hogy tényleg alapvetően egy úgyet szolgál, csak a cége megnő globálissá és irányíthatatlanná válik egy ponton túl. Ö, a vallás hmm. azonban, tehát hogy viszont akkor ö, azt mondom, hogy akkor viszont megkeverjük a vallást az egyházzal, mert a, a vallás ö, az meg egy olyan az emberi, az ember, mint bioszociális lény rész, szerves részét képző dolog, ami, ami ugyanolyan, mint hogy az embernek szüksége van levegőre, szüksége van különböző tápanyagokra ahhoz, hogy életben maradjon. Tehát ennek van egy nagyon hosszú evolúciós, ha úgy tetszik, története egészen az őskortól, hogy, hogy egyáltalán hogyan, miért jött létre ez, hogy mondjuk a mágikus világkép ebből hogyan jött ez a teljesen transzcendens istenkép, és hogy miért van erre szükségük az embernek, tehát ez, ez, nem olyan, hogy a, ahogyan fogalmaztál, ha jól emlékszem, hogy a vallás is kitalál valami célt, csak aztán ö, kitalálja azt, hogy hogyan szomoríthatja meg a híveit, hogy aztán ott eljárjanak, és függővé tegye őket, és irracionális vágyakat hajszoljanak, hanem ö, ennek azért volt, van egy teljesen organikus, egy, hogy mondjam, egy kvázi antropológiai ö, fejlődés története. De ugyanakkor ez a vállalkozás alapításnál is megvan. Tehát elég sok vállalkozót ismerek, kisméretű, nagyméretű, mindenféle méretű cégekből, és én magam is vállalkoztam. Az, az megint egy, dog, egy, ilyen, hogy mondjam, az egy, az egy ilyen démonizáló vállalkozó kép, amelyben a vállalkozó otthon ül, és azon gondolkodik, hogy hogyan töltsem tele a kincstáramat aranyjal teli zsákokkal, és ezért mi, mit, mit, musz, milyen milyen jót kell így mellékvágányon létrehoznom, mert hát csak így juthatok az aranyamhoz. Ez valójában nem így van. A legtöbb vállalkozó az egy építeni vágyó, kreatív, valami, tényleg valami értéket, valami értelmes dolgot létrehozni próbáló személy, és ennek persze alapfeltétele, hogyha nem vagy milliárdos már eleve, akkor csinálhatsz egy non-profitot, és szórhatod bele a pénzt, és csinálhatod azt, ami szerinted értékes de hogyha ez nem áll rendelkezésedre, mint ahogy a legtöbb embernek nem, akkor kvázi muszáj profitábilissá tenned. Utána persze, abban egyetértünk úgy látom, hogy a, amikor ezek egy bizonyos méreten túlmennek, amikor, egy, amikor egyszerűen egy bizonyos mennyiségnél több ember próbál összedolgozni, a területek szétaprózódnak, specializálódás, és akkor már van olyan ember, aki 0-24-ben csak a marketing például, hogyha ilyen erőforrás áll egy, rend, egy marketing osztálynak a rendelkezésére, akkor igen, ott, ott van idő sajnos kidolgozni etikátlan stratégiákat, illetve magával a tőzsdére vitellel pedig van esély mindenféle hát, mellékhatásként etikátlan mm, incentíveknek a létrejöttére. én az, nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy, hogy menjünk vissza a vallás és az egyház Területére. Ez nagyon jó. Én nyilvánvalóan nagyon érdekes kérdés. Magam is vállalkozó vagyok. Ráadásul én mi csinálok egy IT céget. Tehát én, én most itt úgy, úgy ülök itt, hogy szerintem igenis lehet olyan vállalkozást csinálni, ami uh, ami nem csak haszonelvű, hanem más, uh, más célokat is ki tud tűzni. Én erről nagyon szívesen beszélgetek egy másik <síns> alkalommal. Nekem most az a javaslatom, hogy térjünk vissza a um, a, a témánkhoz. Behoztál egy olyan dimenziót, aminek szeretnék egy picit így utána menni, ami az ember, mint bioszociális lény, ahogy, ahogy így, így fogalmaztál. Mi ez, te úgy fogalmaztál, hogy, ami nekem úgy hangzott, hogy, hogy ez egy mondjuk a Maszló piramis szerűen annyira alapvető igénye a, 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 a hit, vagy a vallás, ezt, ezt, majd pontos is, hogy hogy gondolod, ami lényegében ekvivalens más uh, alapvető igényekkel. És én most atei, a, bocsánat, ateistaként úgy ülök itt, hogy, hogy, nekem akkor, én akkor hogy vagyok ebben, ebben a, ebben a, ebben a sztoriban, nekem ninc, miért nincs erre szükségem, ez valami, ez valami uh, hiányosság, vagy, vagy, tehát ez úgy tűnik nem mindenkire jellemző, és tökre kíváncsi lennék, hogy, hogy ez az igény, ami, amit, Érteni vélek, hogy, hogy mit mondasz, vagy nyilván milliárdnyi emberre igaz is, de ez pontosan ö, mi ez, és muszáj-e, hogy, hogy ahonnan én látom, egy, egy, egy légvára, vagy, vagy egy, egy valóta állításoknak a halmazára épüljön valami, ami utána minket megnyugtat? Ez kötelező-e, vagy van-e más megoldás? Ö, szerintem ez maga az absztrakt gondolkodás. Tehát úgy gondolom, hogy az absztrakt gondolkodás, amire például ugye az állat nem képes, az ebben több az ember az állatnál, és tulajdonképpen ugyane ennek a termék, akár a hit, akár a mágikus világkép. És szerintem ma ezt teljesen materializálódott, hiszen egy olyan világban élünk, amit mondtam az előbb, hogy a gazdaság minden, és abszolút nem figyelünk oda a saját szellemünkre és a saját lelkünkre. Sőt, egyébként azt is gondolom, hogy, hogy Pont azért, mert azt mondjuk, hogy igen, a, a, a munkásoknak a problémáit kellett megoldani, nem tudom, 150 évvel ezelőtt, és igen, és óriási nyomor volt. Az, hogy ezt felszámoljuk, és hogy csak az anyagra koncentráljunk, ez úgy gondolom, hogy megfosztott minket két, a másik két, a lelki és a szellemi szféránktól. És ma, ma azzal, hogy ez kikerült az. Mert igen, ú, bizony azt gondolom, hogy kikerült bizony akár belőled is, ahogy mondtad, hogy neked erre nincs igényed. Igen, ez evolúciósan kondicionálja az embert, úgy gondolom, és azáltal, hogy kikerült az Isten kép, meg az Isten iránt, vagy bármilyen, akár, bármilyen vallásos kép iránti igénye az embernek, azáltal sokkal kevesebbet fog, nem tudom, szellemi célokra fordítani. Nem azt fogja érdekelni, hogy megtanuljon egy nyelvet azért, hogy egy kultúrát tanulmányozon, hanem a mai ember teljes mértékben pragmatikusan és csak és materiális alapon gondolkozik a világról. És ilyen értemben lehet, hogy ez úgymond kezd evolúciósan kiveszni, de ez nyilván egy olyan téma, aminek biztos hosszú szakiratolma van, amit én nem ismerök. Ha én bemegyek egy, egy tetszöges könyvesboltba, a matematika, fizika, kémia polc, az, az rövid, az egy-két az egy-két sor, viszont van mondjuk ilyen New Age és egyéb spirituális megfejtésből egész könnyös polcok vannak. Nekem nem az az érzésem, ez most nyilván egy, megint egy nagyon, hogy mondjam, ez nem, nem, nem és nem, nem számok vannak mögötte, de így legalábbis benyomás szintjén nem, nem az az érzésem, hogy, hogy ne foglalkoznánk magunkkal, a lelkünkkel, Épp ellenkezőleg én azt látom, a, legalábbis a baráti rengetegen mennek ilyen teta healingre, olyan jár, járnak jogázni, mit tudom én, meditálni, stb. Ami most tudom, hogy egészen különböző dolgokat vegyitek be egy, egy és különböző minőségű és és hátterű dolgokat do dobálok be, de abban te is nagyon általánosan fogalmaztál, hogy, hogy a mai, mai a humanoidnak nincs szüksége, illetve nem is foglalkozik a, a korunk embere a szellemi és a, a lelki aspektusa. Én legalábbis nem ezt érzem. Nem tudom, Péter, neked erről mi a, mi a benyomásod? Hát, ugyanezek a kérdések met, merültek fel bennem is egyébként. Szerintem a mai ember foglalkozik, már aki, tehát az kétségtelen, hogy ez a anyagi, szellemi, lelkiség szétválasztható, legalábbis az anyagi és a másik kettő nagyon élesen elválasztható, és történelmileg megfigyelhető, hogy hogyan feküdt rá az emberiség úgy nagy vonalakban arra, hogy először az anyagi dolgokat oldjuk meg, ami egyébként tök jó, mert lehetőséget ad aztán sokkal stabilabb körülmények között, és egyszerűen nyugodtabb lelki állapotok közepette foglalkozni a szellemi meg lelki Nagyon vegyes, igen, ahogy mondtad, a felhozatal, illetve szerintem megfigyelhető egy, egy evolúció ezen a téren is. Tehát a szellemi termékeknek van egy evolúciója, nagyon sokáig kvázi monopól helyzetben voltak az egyházak, ez is az egyik legfőbb kritikám velük kapcsolatban, hogy monopolizálják a léleknek a kérdését, és aztán egyébként. Hol, hol működő, de nagyon nagy tömegben inkább nem működő megoldásokat nyújtanak, amikkel aztán elállják az útját a rendes megoldásoknak. És miközben az ezotéria könyvpolcokon mondjuk 10-ből 9 könyv szörnyűséges, de igenis a pszichológia az introspekció területén akár még tudományosan is megfigyelt tudományos igényességgel lekutatott területek vannak, és egyre bővülő eszköztár, tehát hogy a, a egy mondjuk egy pszichoterápia, és annak millió alfaja és, és stílusa és formája, az lassan már Magyarországon is, hál' Istennek eljutunk oda, hogy nem tabu téma, a, a meditáció, meg például a, a, a hála típusú érzések, meg úgy egyébként ez a mentális jól létnek a kérdése, az most már, most már, töv, most már térdig gázolunk a, a, tudományos publikációkban ezen a téren, tehát erre, erre is van igény. És persze föl kell lépni ugyanazzal az igényességgel, hogy elválasztani a jót a rossztól, de azt gondolom, hogy ez a, ez a színesség minimum azt eléri, hogy, hogy evolválódunk, és jobbak és jobbak leszünk, és hát az egyház, amit fel tud mutatni, az, az, egy ilyen kőbalta egyszerűségű és kőkori színvonalú alternatíva, aminél most már szerintem nagyon sok jobbat lehet találni. Ugye nagyon szeretik Jézust piedesztára emelni, hogy na ő volt aztán a number one ember, aki a legjobbakat mondta, és a Biblia pedig a number one könyv, és pedig, hogyha egyébként bemész egy könyvesboltba, és akkor, akkor tudsz választani tucatjával olyan könyveket, amik a te életedet itt és most jobbá fogják tenni, minden szempontból részletesebbek, konkrétabbak, használhatóbbak, megalapozottabbak és kevésbé irracionálisok, mint, amiket, mint a Biblia vagy amiket Jézus mondott. Én úgy gondolom, hogy nem 10-ből 9, 10-ből 10 ezotéria könyv az minősítetetlen. és ezt kicsit furcsának is találom, hogy ez, ez miért, miért van a. Te Narratívában össze mostva a vallásokkal, tehát ez a New Age, meg ez a téria, szóval ennek itt sok köze nincs, ez, ezek a áltudományos, ilyen fehér embereknek túl, túl sok köze nincs a valláshoz. E, igen, ]kel. igen, ez jó, hogy felhozza a pontosítás. Antal mondta itt a különböző kupacokat. Magamra vállalom, azokat. hogy ezt én hoztam be. <laughs> Tényleg vannak nagy ezotéria amik amikre ránézni is borzasztó. Egyetértek, hogy ott akár tízből tízzel is rámondjuk. Tehát eleve ez a szó, hogy ezotéria, bulvár ezotéria, tudjuk, hogy vannak ezek a nagyon primitív, ez, ezt én a babonasággal sorolom össze, tehát hogyha párhuzamot kell vonni, akkor én ezt például a babona keresztényekkel vonom párhuzamba, akik, akik a Facebookon a tovább küldőst küld tovább ezt a képet, és akkor az atya majd megáltéged, kommentel, oda, hogy ámen, és akkor jó napod lesz, meg ezeket csinálják. Ez körülbelül ugyanaz a szellemi színvonal. Elnézést itt kicsit összekevertem, igen, nem, nem méltó egy lapon emlegetni valós pszichológiai segítőkönyveket és tanítókat, mondjuk a konkrét ezotéria feliratú könyvkupacsal, ez igaz. De az ezotéria mellett van egy másik könyvkupac általában, amit nem tudom, hogy szoktak hívni, talán pszichológia, talán valami más, aminek aminek nagyon is valós tartalma és szükségszerűsége van. Jó, ezzel egyetértek, tehát ebben nincs üteg. Én azért hoztam be, mert, mert, te egy elég általános állítást tettél arra, hogy nincs igény a mai embernek. Én, én ehhez próbáltam, mondom, ezt a nagy különböző irányzatokat, hogy mind az én megértésemben ezek mind ugyanarra az igényre próbálnak választ adni, nagyon különböző módszertannal és, és, mélységben és, és lekövethetőséggel vagy, vagy, vagy bizonyított tartalommal. De ugyanarra, ugyanarra az igényre próbálnak választani. Tehát nekem, amikor azt mondjátok, hogy, hogy Babona vagy, vagy Valás, ebben te vagy a szakember, segíts nekem, én nem, nem nagyon látok különbséget, és mondok, mondok egy példát. Tehát például az, a, ugye a Jézus életéről szó, tehát a, a, az új szövetség, az több évtizeddel a, az ő élete után született, és hogyha megnézed, hogy, hogy milyen, szimbólumok szerepelnek a, a 12 ö, ö, követője, a ö, december 24-e az, az, igazándiból egy, egy korábbi hagyományokból beemelt, ö, ö, mondhatni csillagászati jellegű ö, ö, input volt, és hogyha megnézed, egy minden csom, csomó mindent tulajdonképpen az, az asztrológiának a szimbólumrendszere van nem is annyira burkoltan a Jézus életének a hátterében. És, és akkor ebben a szövegkörnyezetben, hogyha arra gondolunk, hogy, hogy a általad piedesztára emelt szellemiségű kereszténység, az valójában olyan hagyományokra támaszkodik, amik, amik Jézus születés előtt akár több száz évvel ezelőtt több, több ókori Istenben is megjelentek, és ugyanazok a motivumok jönnek vissza, amik ilyen tulajdonképpen nagyon sokszor asztrologikus hátterűek. Ugye a hal mint szimbólum, mm -hmm. ugye az egy, az, egy, az egy asztrologikus szimbólum. Tehát nekem a babona és a vallás nem nagyon válik szét. És erre mi a történész hallgató válasza? <tosz> Hát én ezt inkább gyönyörűnek tartom. Tehát ez egy óriási kritika, hogy a katolicizmus képes volt beolvasztani, átvenni, átörökíteni mindenféle pogány hagyományokat. Ugye maga a húsvét az a jut vagy angol száz pogány mitológiából jön a karácsony eredeti ünnepe, az meg valami ugye a júl ünnepe, a skandináv mitológiából, meg kultúrkörből, de hogy az, hogy a igen, tehát a babonás ember, ez szerintem, ki, ez szerintem nagyjából ekvivalensé lehet tenni, az igen, az a mágikus világkében rakott ember. Akár a középkorban is rengeteg babonás ember volt, aki nem tudom, a kis dióhéjbe a szerencsehozó füvet belerakta, és azzal próbálta meggyógyítani. Ez, ez, ez abszolút nem a hit, ez abszolút a mágia és a babona világa. És én úgy gondolom, hogy az, hogy az egyháza korai évszázadokban megpróbálta ezeket a alacsonyabb néprétegeket, amik minden társadalom nagyobb részét tették ki mindenkorban befolyásolni, a maguk céljai, törekvései mögé állítani, és ennek érdekében nem azt mondták, hogy oké, okay, akkor kiírtunk titeket gyökerestül, és az egész családot, az egész nagy családot, törzset, törzszövetséget úgy, ahogy van kiértjük, mint amilyen a Krisztus előtti ókori mentalitás volt, hanem képes volt integrálni, azt mondta, hogy oké, okay, akkor ezeket a pogány vallásokat valahogy az evangéliumba és az üdv történetbe én ezt inkább gyönyörűnek tartom, mint sem egy ilyen összemusódott dolognak. Mit a pragmatikus szóhoz? Nem, ez nem egy építjük a 2000 éves cégünk, bocsánat, uh -huh. intézményünket, és ebben ez, ez, egy nagyon pragmatikus pont, hogy bizonyos néprétegeknek egy terméket javaslunk, nevezetesen azt a terméket, hogy hoz nyugodtan a te eddigi hiedelmeidet, ezt mi elfogadjuk, és valahogy majd egy-két zsinaton majd valahogy megdumáljuk, hogy ezt, ezt hogy lehet jól beilleszteni a Szerintem ez, ez egy nagyon, szerintem ez egy nagyon izgalmas konszenzus. Én ebben nem tudok morálisan semmi rosszat <laughs> Nem feltétlenül egyébként nem, nem feltétlen ítélet volt benne, hanem pragmatizmus. Péter, ezt hogy látod? <kül> morálisan talán nincs benne rossz. Nekem az jutott eszembe vissza a kapitalizmus analógiára, hogy akkor ezek felvásárlások, tehát a nagy múlti elkezdi szépen felzabálni a kisebb helyi, cégeket, beépíti az ismerős színvilágukat, és akkor mindenki úgy vásárolhat továbbot, hogy egyébként közben már a fő, fő céget támogatja. Szerintem az lenne egy kulcskérdés, hogy amit amiről szó volt, hogy mi ez az igény, ami, mi, mi ez a lelki igény, egész pontosan most akkor leválasztottuk róla a babonaságot, mint valami, amit mi nem tartunk kívánatosnak, bár egyébként egy igény, és még azt is mondhatjuk, hogy az egyház bizonyos követő tábora ezt az igényt megy kielégíteni a templomba. De hogy akkor ez a, ez a, ez a létszükség, amit mondtál Kornél, ez, ez, egész pontosan mi? És szerintem ezt jó definiálni, én azt gondolom, hogy az ember sokszor nem is tudatosítja talán ő maga se, hogy mi ez az igény, pedig, pedig ezek is lehetnek pragmatikus dolgok, ugye az érzelmi életünknek a jó színvonalra felhozása, tehát ha anyagi síkon már okék okay vagyunk, akkor az ember ösztönösen elkezd az a foglalkozni. Én hogy érzem magam, én önazonos vagyok-e, a emberi kapcsolataim milyen minőségűek, én ki tudok-e teljesedni, közhelyesen boldog vagyok-e, vagy, vagy milyen az érzelmi jól létem. Erről is vannak már globális több évtizeden átívelő kutatások, hogy a, az embereknek a, a, a jól léte hogyan alakul, a, a, gazdasági haladás és mondjuk a, a, vallások függvényében tök érdekes dolgok. Szerintem ez a kulcs gondolat, hogy az embernek befele kell figyelnie, és tudatosítani, hogy egész pontosan én mire vágyom, lehet, hogy tudod csak, a családom is elment a templomba, és akkor én is elmegyek, mert különben valami rossz ér engem abból a szempontból, tehát ez érdekelne engem, Kornél, hogy szerinted, amikor erről a létszükségről beszélsz, vagy, vagy valamilyen szinten, hogy az emberekbe bele van írva ez az igény, akkor úgy egész pontosan en itt mit keresünk? Ezt megint a korábbi ö, analogiák mentén tudnám ketté választani. Ö, az nagyon érdekes, hogy a mágikus világképű embereknek, tehát a, úgymond a babonás embereknek, ö, akik ugye mindig voltak, mindig lesznek, most nézzük meg, tehát akár csak ma, a, nem tudom, a mikrocsipet ültetnek belénk egy védőoltással, meg laposföldhívű szintű emberek, ö, nekik telj, már a, úgymond az őskorban, vagy az ókor, ókori világban ö, teljesen racionális vágyaik voltak. Ők tényleg azért áldozták fel a Gabon a legjavát, az elsőszülött borjút, vagy akár magát az elsőszülött gyerekedet, hogy jobb életed legyen, hogy dúsabb, bővebb termésed legyen, és abszol, abszolút materiális javakban gondolkoztak. Szerintem, ö, amit, amit kérdezel arra, nagyon nehéz konkrét szavak, vagy konkrét szavakban megragadni, mert az már abszolút ez a, ez a, középkori korostori misztikának a szintje, hogy a létkérdést hogyan lehet definiálni. Szerintem az, hogyha meghaladjuk a, ha meghaladjuk a, azt a fajta mágikus gondolkodást, és egyébként ez nagyon érdekes, amit szintén fogalmaz, ahogyan meg, megfogalmaztad, hogy ez a fajta befelé fordulás, és hogy önmagunkra koncentráljuk, hogy ez ha számodra ennyire fontos, akkor ez bizonyos értelemben már egy első lépés a hit felé. Legalábbis ezt ne, én nem tudom ezt ennyire szélsőségesen elválasztani ettől, mert maga, maga egyébként az ezotéria szó nyilván eredetileg nem ezt jelentette, de hogy az eredeti Aristoteles értelmében, hogy ez az, az ezoterikusz, hogy befelé fordulás, meg van a a tőlem kívülálló világ, az exoterikus világ, ez, ez egy klasszikus görög filozófiabeli fogalom volt eredetileg, ma már nyilván tök mást jelent. Szerintem nem lehet szavakkal definiálni ezt a fajta befelefordulást, pont azért, amiben egyébként teljesen igaza van bármilyen modern ateista kritikának, mert a, val, a, nem a vallás, a hit, az szembe megy a tudással. És hogyha Valakinek megszületik az a vágya, hogy minden tudást írtsanak ki belőle, hogy minden vágyat, az Istenről való ismeretet, azt tud igazán egyesülni magával, az Istennel, vagy éppen ami, ami annak az adott vallásnak a, a célja, vagy ütvtörténete, azt tud üdvözölni, vagy a mennybe jutni, vagy egyesülni a nem tudom milyen Istennel. És én úgy gondolom, hogy ez maga a flow élmény. Én ezt mondjuk így, hogy én... Ha, ha mindenképpen valamilyen tudományos fogalomhoz kell nyúlni, akkor így definiálnám. Uh -huh. De nem képzelhető, ez egy hit. Tehát, ugye azt mondtad, hogy, hogy a, a, a belső utakra való figyelés, vagy a saját magunkkal való foglalkozás az már az első lépés a hit felé. Én itt ezentúl most megállnék, vagy, vagy itt ne, nekem már itt az első lépésnél van egy nagy kérdője, hogy tényleg? Tehát én is foglalkozom a vagy igyekszem reflexívan működni a mindennapokban, és nem érzem egyáltalán szükségét, nem gondolom azt, hogy, hogy a, a, saját érzelmeimmel, a belső világommal való foglalkozás, az bármilyen szinten elindítana egy a te általad említett hit irányába. Tehát én, én ezt például az, az, a saját megérésemben én ezt nem tartom. És akkor innentől akkor megkérdezed, hogy akkor megint, mintha. Tehát, hogy nálad miért van az, hogy ez, ez nem válik szét, vagy miért érzed, miért érzed szükségszerűen, hogy abban a pillanatban, hogy magunkkal foglalkozunk, ez szükségszerűen egy, egy magasabb egy Isten irányába tett lépésnek felel meg. Úgy gondolom, hogy pusztán azért, mert egyszerűen nagyon sokat olvasok erről kezdtelésből, meg úgy próbálok az ilyen irányú szakirodalmakat is konkrétan célzottan keresni, és van -e erről egy, egy, ilyen tudásom, vagy van -e erről egy ilyen toposz egyáltalán a, a szakirodalomban, hogy, hogy, nem, hogy Jézus előtt nem létezett a belső világról való gondolkodás, kvázi maga a lelkiismeret, az emberek kizárólag kifele figyeltek, és az, hogy a világ hol feleződik meg, hol húzódik egy éles határ, az nem úgy van, hogy te csak egy porszem vagy a világban, hanem a fél világ benned van, és csak a másik fele rajta kívül. Szerintem ez egy kulcsfontosságú kérdés egyébként, bár ez tűnhet egy ilyen. Tényleg egy ilyen elvont filozófikus kérdésnek, de szerintem nagyon fontos, mert valami olyasmi történik talán, hogy az embernek erre tényleg van igénye. Az ember szeretne boldogabb lenni, hogy egy ilyen rendkívül leegyszerűsítő és kicsit veszélyes szóval éljek. És aztán ennek az útja az közel sem triviális, közel sem egyszerű. Pont ugyanúgy, ahogy a külvilágot is, hogyha csak intuitívan megfigyelek, az intuíció nem egy túl jó módszer, mert kimegyek a kunyhomból, és azt látom, hogy a föld lapos, és körülötte kering minden, pedig közben nem. A pszichológia pont ugyanígy unintuitív, és olyan durva mechanizmusokkal kell, elterelő mechanizmusokkal kell az embernek szembesülnie, ahogy érik és bölcsebbé válik, és jobban megismeri magát, hogy innen van ez a furcsa szó, hogy önismeret. Emlékszem, gyerekkoromban, vagy nem értettem, mi az, hogy önismeret. Hát én vagyok én, ismerem magamat. Mi itt a kérdés, hogy ez már eleve bullshit, és aztán idővel az ember rájön, hogy hoppá a pszichénk rengeteg nagyon durva játékot űz velünk. És erre pont ugyanarra az igényességre lenne szükség, am, amit, és nem szeretem a tudomány szót behozni, mert ez is hoz egy nagyon nagy magával, de azzal a fajta nagyon óvatos igényességgel kell, és nagyon sok megfigyelést összeöntve kell óvatosan lépdelnünk ezen az úton, hogy nehogy letérítsen minket valami félreértés. És szerintem az egyházak beállnak ebbe az útba, meg a vallás, mondjuk vallásnak, a vallások beállnak erre az útra, és leegyszerűsített és elavult megoldásokkal félreviszik ezeket a dolgokat, amit aztán még csak bónusznak megfejelnek egy olyan dogmatizmussal, hogyha egyébként ezt nem hiszed el, vagy hogyha egyébként merészelsz máshova fordulni, mondjuk egy klasszikus pszichológushoz, vagy ha csak elmerészel szolvasni egy másik könyvet, amelyik nem a Biblia, és azt mondod, hogy az jobb, mint ez, akkor te bűnös vagy, és ráadásul pokorra is kerülsz. És akkor rövid úton ott is vagyunk, hogy sokkal több szorongás keletkezett a világban, mint amennyit megoldottunk. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és pont az, Sam Harrisnek egyébként, akit itt emlegettünk, az egyik könyvének az alcíme az pont az, hogy eh, magyarra fordítva egy eh, eh, hogy hogyan, hogyan foglalkozunk a lelkünkkel vallás nélkül. Tehát, hogy ezt a szétválasztást megejteni, ez szerintem kulcs. Én azért hagy, mondtad, hogy nem hoznád be, én kifejezetten behoznám, mert, mert szerintem többször is el a tudomány, vagy az empirizmus, vagy esetleg a materializmus különböző izmusok környékén, és erről biztosok benne, hogy Kornél Erről, erről, lesznek merőleges gondolatai. Én gyorsan annyit reflektálnék, hogy, hogy most tennék egy vallomást, én életetek fizikus vagyok, és ebben a, ezzel a háttérrel nekem, ahogy az, a tanulmányaim során is nekem, nekem az a hátterem, hogy, hogyha bármilyen, pontosan a Péter által említett nagyon-nagyon sok jelenség nagyon nem intuitív, szinte minden, ami a, 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 ahogy egy picit is mélyebbre a bármilyen tudomány, ez, ez nem szorítkozik a fizikára, vagy a matematikára, ami hozzám egy, egy, egy picit közelebb áll, de, de bármelyik tudományban, hogyha, hogyha elkezdünk a dolgok mélyére menni, akkor folyamatosan meglep, meglepetések érnek, a, 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 feltételezéseinkről kiderül, hogy azok nem, állják meg a helyüket, és ebben biztos vagyok benne, hogy ez a klasszika filológiában is ugyanígy van, és Ebben a, e, 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 ezen a vonalon nekem, én a tudománynak talán ezt a, megint, hogy, hogy nehogy eltérjünk egy, egy, egy olyan irányba, ami nagyon messzire vinne, de azt mondom, hogy hogy az empirizmus, hogyha most arra szorítkozunk, hogy megnézzük, hogy mi van valójában, és hogy terhelhetőek az állításaink, ezért ez, egy, ez nagyon messzire visz. Ö, olyan szempontból, hogy ezt azt a mindennapokban is nagyon ö, sokszor alkalmazzuk, hogy meg akarod nézni, hogy hogy, hogy megsült -e a, a, a megsültek a csirkecombok, a leg, legvastagabb csirkébe ö, ö, kell beszúrni a, a villát, mert abból tudjuk, hogy nem kell mindiket meg, megszúrni, hanem a legvastagabbból. Ezt minden, mindenki, aki főzött, ö, sütött, azt az tudja. És érdekes módon itt, itt teljesen ö, teljesen rendben van az empirizmus, és senki nem kérdőjelezi meg ennek a létjogosultságát. Amíg én nem látom azt, hogy másfajta. Ö, hozzáállással is, is uh, uh, tudunk igazándiból terheltő uh, mondásokat mondani, addig én, én nagyon skeptikus vagyok azzal, azzal kapcsolatban, hogy van az empirizmuson túl más megközelítés is. Felteszem, hogy neked erre van mondásod. Igen, és én teljesen egyetértek azzal, amit Péter mondott az előbb, hogy hogy nagyon fontos az, hogy ne csak egy szempontból vizsgáljunk meg mindent, hanem igenis nézzük meg, és ebbe ugyanúgy az empirizmus is beleillesztető. Nézzük meg, hogy ezzel működik-e, és hogy semmilyen szempontból nem jó egy egyetlen szempontú gondolkodásra, akár a pszichológiára, akár a vallásra, akár a természettudományos, akár a klasszika filológiára se, semmire nem jó felhúzni egyetlenként egy világképet. És nekem nem pont most, ahogy másfél-két évvel elkezdtem az egyetemet benne, most tudatosul, mert már korábban is ugye nagyon érdekeltek dolgok magasabb szinten, és bennem igazából most tudatosult az, hogy nekem számomra nagyon-nagyon fontos a tudományos igényű világkép. Csak nekem ebben a vallásos, meg bármilyen mitológikus meggyőződések egy teljesen integráns részét képzik ennek a, a, tudományos igényű gondolkodásnak. Tehát egy tudós nem ítélkezhet a felett, hogy egy-egy ember mit hogyan gondolt, hogyan cselekedett a világban. Szerintem... Az nem empíria? Csak, csak, csak hogy, csak, hogy mert lehet, hogy, hogy én használok egy olyan fogalmat, aminek nem ismerem pontosan a, a hatókörét, de az, hogyha elgondolkodunk arról, hogy, hogy mondjuk a, a, a görögök hogy gondolkoztak egy, 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 adott fogalomról, és, és ez, ez ügyben gyűjtünk adatokat, az szerintem egy empirikus hozzáállás, és nincs benne értékítélet. Hú, ez egy nagyon jó kérdés, nehéz is rá hirtelen mit mondani. Szerintem az nagyon fontos, hogy egy tudományos ig igényű, vagy egy tudományos világkép igényű ember, az keresi a kognitív diszonanciát. Semmiképpen nem akarja magát elkötelezni egy nagy valami mellett. Legyen az akár a, nem tudom, a modern csillagászat, akár a, a kognitív pszichológia, akár, akár a a bigott katolicizmus, semmi mellett ne kötelez el magát ilyen fanatikus módon, ez szerintem nagyon fontos. Én nem csak az empíriát látom ebben a, ebben a példában, tehát szerintem kellene, tehát hipotézisek nélkül nem létezik semmi, tehát pusztán mondjuk, nem tudom, tárgyi leletekből, abból, hogy most összerakjuk azokat a görög vázákat, meg amfórákat, abból nem fogunk nagyon-nagyon sok mindent tudni, de anélkül sem. Tehát nem mondjuk magát a régészetet, ami teljesen materiális alapú, ugye nem tudom, tehát úgy megizotópózni valamit nem lehet nyilván teljesen elvont absztrakt módon, hanem ahhoz kell egy kifejezetten komoly természettudományos ismeret, és mint segédtudomány ez nagyon fontos szerintem, de nem, nem lehet. Én ezeket továbbra sem tudom szétválasztani. Tehát nekem ezek teljesen egybefüggnek. Kell az a fajta hipotézis alkotás, kell az a fajta absztraháló képesség, ami az embernek megvan, kell az a fajta kreatív ö, gondolkodás, ami, amihez szerintem igenis kell egyfajta transzcendentális rétege az embernek. Én azt, azt, én azt nem, az nem világos számomra, hogy hogy jön be hirtelen ez a transzcendentális szó. Tehát, hogy ott egy hatalmas ugrást érzékelek, Igen. Hogy egyetértek, tehát szerintem hipotéziseket alkotni az még nem transzcendentális. Szóval, hogy, hogyan ugrunk át ebbe a, ebbe a másik zónába, és egyébként, ha átugrottunk, hogy gondolkodunk ott? Mert olyat is mondtál, hogy a hit az ellenem megy a racionalitásnak. Hogyha létezik egy másik fajta zóna, és erről a transzcendens szóról külön lehet beszélgetni, akkor most ott vagy egy komplett káosz van, és akkor nincs értelme vele foglalkozni, vagy van ott valami értelmes, ami azt jelenti, hogy mintázatok vannak ott, ami azt jelenti, hogy bizonyos fajta úgymond tő, legalább, pres, legalább deskriptív törvényszerűségek vannak ott, és akkor teljesen ugyanaz a módszertanunk, hogy megfigyelünk, hogy működnek a dolgok, mik a szabályszerűségek, leírjuk, és lényegében hiába ebben a transzcendens dimenzióban vagyunk, legyen ez bármi, mégis kvázi tudományos eljárással járunk el. Ha pedig a másik kérdés, hogy ez a transzcendens dolog ez úgy érintkezik a mi világunkkal, mert hogyha érintkezik, és azt mi érzékelni tudjuk, akkor az azt jelenti, hogy ebben a naturális világban is van neki megjelenése, tehát akkor megint meg tudjuk vizsgálni kvázi tudományos módszertannal, hozzáállással. Ha pedig nem érintkezik, akkor tulajdonképpen felesleges is róla beszélni, hiszen ekvivalens a nem érintkezése azzal, mintha hogyha egyáltalán nem is létezne. Szerintem abszolút érintkezik, amit az Andra kérdezett előbb, az, az hogy az én világképemnek például teljesen egy integráns részét képezi az, hogy hogyha valami szerencse történik velem, azt én nem, miért zárnám ki, hogy az valami földön túli, valami metafizikai erő Cselekedte meg velem, általam vagy bármi. Tehát, hogy nyilván nem tudok ebben így hinni, mert nem vagyok tagja egy vallásos vagy bármilyen vallási közösségnek, de egyáltalán nem zárom ki szerintem. Az, és amit kérdeztél, hogy, vagy mondhatod, hogy ez egy szintlépés, ez egy ugrás, hogy hogyan ugrunk át a, a transzcendens világ képébe, ugyanezt megkérdezhetné tőled egy középkori katolikus püspök, hogy Na de hát akkor mi az, hogy empíria? Tehát, hogy, az miért egy fontos dolog? Hát ott van a hit, ott van Jézus, miért nem azt követett? Tehát, hogy az miért, fontosabb, vagy miért egy magasabb szintű érvelés, az empirikus gondolkodásmód, mint hagyatkozni a... a egyébként valamilyen szinten lehet, hogy szintén tapasztalatból származó kreatív gondolkodásunkra, mert amit említettél, mintázatok, ezek bizony léteznek az absztrakt térben. Tehát én nem gondolom azt, hogy magasabb minőségű lenne, szerintem teljesen egyenértékűek. Szerintem itt kerülünk vissza oda, amit a legelején felvetettem, hogy működik vagy nem működik. Tehát én élhetek többféle hipotézissel az a kapcsolatban, szerencse történt velem, ez vajon miért volt, mert átment előttem egy fehér macska, vagy azért, mert amúgy a valószínűsége annak, ami megtörtént valójában tök nagy volt, csak én erről nem tudtam. Vagy azért, mert imádkoztam reggel, vagy azért, mert önazonos voltam és jó flóban voltam, és akkor bevonzottam. Tehát ezekkel a hipotézisekkel mind lehet élni, és én egyébként szerintem hasonlóak vagyunk ilyen szempontból, hogy én ezeken nagyon aktívan gondolkodom, még a mai napig és az elmúlt évtizedekben is. Ez egy szerintem, na ez például egy olyan dolog, ami ha nem is egy ilyen létkérdés, de egy emberi ösztön, hogy, hogy ki a kíváncsiság, a felfedezés és a megértésnek a vágya. Ami egyébként nagyon hasznos is. Tehát én gondolkodom ezeken, és aztán viszont azokat a hipotéziseket mérlegre teszed, hogy, oké, okay, mondjuk tegnap imádkoztam, és szerencseért, akkor imádkozok holnap is, meg egész héten, és ott meg nem ér szerencse. És akkor egyszer csak, ha ezt elég ideig megfigyelem, azt fogom észrevenni, hogy jé, az imádkozás után a dolognak mondjuk a bekövetkezési, gyakorisága az pont olyan, mintha csak a véletlenre bíztam volna, úgyhogy akkor valószínűleg ez a hipotézis nem működik, és innentől kezdve már nem egyenértékű. Az az érdekes, hogy most szinte tökéletesen leírtad a az, hogy hogyan alakult ki egy, egy állandó megfigyelésből a mágikus világkép, hogy egyszer ezt csináltam, szerencsém lett, még egyszer megint szerencsém lett, de aztán ahogyan teltek az év, századok, év, ezredek, úgy egyre inkább nyilvánvalóvá lett az ős közösségek számára, hogy hát ez nem így működik. Ö, az a kérdésem akkor e, e, ezzel kapcsolatban, hogy az miért rossz ha valami irracionális, vagy ez téged miért irritál. Vegyük egyet a Szerintem az életben, mivel az emberi psziché bizonyos módokon működik, vannak irracionális dolgok, amik jók. Sőt, az életben bizonyos legjobb dolgok, szerintem az élet minőség csúcsán irracionális dolgok vannak, például a zene, például a tánc, például a szerelem egy csomóféle művészet. Ami aminek nagyon nehéz, csak annyi racionalitás van benne, hogy valamiért jól érezzük magunkat tőle, és ezért racionális ezzel foglalkozunk, de maga a tevékenység, hogy mondjuk táncolok egy buliban zenére, nem, nem okoz így semmi, legalábbis materiális előnyöket. Aztán középtájon vannak a racionális dolgok, ezek amikre főleg az anyagi létünket építjük, amiket, hogyha én irracionalitás ra építem, amit egyébként még elméletileg is nehéz elképzelni, hogy ez mit jelent egyáltalán, akkor rövid távon összeomlások lesznek belőle. És aztán az egésznek a legalján pedig megint irracionalitás van, hát ez az, amiről az előbb beszéltem, hogyha, hogyha az életemet olyan, olyan elvekre építem, amik következetlenek, önellentmondásosak, egyszerűen tényleg még elméletileg is nehéz leírni, hogy milyen egy olyan élet, amelyik, amelyik bizonyos alapkérdésekben irracionális. Tehát, hogy önellentmondásokat dédelgetni az jó dolog, az, az, annak jó kimenete lesz, vagy, vagy valaminek az ellentétét tenni, mint amiről tudom, hogy majd eljutott a célomhoz, az egy jó dolog. Szóval nekem ez, ez, ez kicsit meredek. És milyen, tehát ez egy nagyon érdekes modell, és nagyon izgalmas, amit felvázoltál, de milyen értékrend mentén határold el a a középső tartománytól a felső és az alsó irracionális megnyilvánulásokat. Milyen értékrend mentén? Azt hiszem, hogy a, a mentén, hogy a, a kollektív, fenntartható jól létünket azt mennyire szolgálja. Tehát például elmenni egy buliba táncolni, az, min, az, az úgy többnyire mindenkinek jó. Azért megyünk el, meg azért vagyunk ott, és ha meg nem tetszik, akkor hazamegyünk. De mondjuk, Mondj valami irracionális dolgot, nem tudom. Én mondok egy, egy példát, mert, mert azért mi vagyunk egy történelmi ö, folyamban, és nem szeretnék megint csak aktuálpolitikai politikai bemenni, de mondjuk a háború nevű dolog, azt, azt én, egy, én egy halálosan szó szerint irracionális ö, jelenségnek érzem. Persze itt megint lehet vitatkozni, hogy, hogy ha én halok, és, és bemegyek a te területedre, és, meg, és, és azért háborúzunk, mert mert elfogytak a, 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 az én területemen az, a, az erőforrások, akkor ez, ez lehet egy racionális, lehet értelmezni racionálisan, de mégiscsak az, az hogyha megnézzük az emberiség történelmét, nekem az a, az, a, az olvasatom, hogy hogy minél többet tudunk saját magunkról, tehát a pszichológia, minél többet tudunk a sociológia minél többet tudunk mondjuk az együttműködő, tehát például olyan eszközök, mint az együttműködő kommunikáció, ami, ami egyébként ami egy, egy, nagyon jól leírt eszköztár, hogy hogy, 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 hogy tudsz úgy kommunikálni a másikkal, hogy, 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 valóban eredményre jussatok, és akár egymás számára igényeket tudjatok megfogalmazni. Tehát mind, mind ez, 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 ezek az eszközök, ezek Tanultunk az elmúlt évszázadokban, évezeredekben egy csomó mindent, amivel hogyha használjuk ezeket az eszközöket, akkor, akkor tudjuk azt a, azt a kimenetelt, azt a, az én, én nézetemben borzasztó és a, a lehető legutolsó eszközt, a háború neve dolgot, ennek a kitörését igenis lehet, ennek a valószínűségét lehet csökkenteni. És, és például említetted a, a, a Pinkert, akinek az egyik egyik ilyen ismert mondása az, hogy ha tényleg hosszú időtávra megnézed azt, hogy mennyire vagyunk együttműködőek vagy, vagy agresszívak, akkor, akkor máig tartóan igazán folyamatosan csökken, csökken a, az emberiség egészében a, a, az agresszió mértéke. És én ezt egy jó, jó dolognak tartom. Tehát itt, itt azért le, az én értelmezésem mert lehet definiálni olyan célokat, amikért igenis érdemes az, hogy mennyire mondjuk egy erőszakmentes kommunikáció, mennyire racionális, szerintem nem is érmes vitatkozni. Abban az értelemben, amit Péter mondott, hogy, hogy, hogy lehet látni azt, hogy itt ez az eszköz is, itt van a, a, az eredménye, ebben az értelemben érdemes ezekkel az eszközökkel élni. És, eb, és, és azt gondolom, hogy nagyon sok, sok minden ilyesmi van, ami, ami hogyha eltávolodunk a misztikus gondolkodástól, akkor, akkor igenis jobbak az eredmények. Egészségesek vagyunk, hosszabb ideig élünk. Működnek, működik a technológiánk, ez most a technológiát, bár mindent, a, tehát az orvostudománytól kezdve nagyon sok mindent, azért azt gondolom, hogy, hogy, látványosak az, eredmények, amik abból a abból a gondolkodásból fakadnak, hogy nézzük már meg, hogy, hogy, pontosan mi van. És, ez, ez egy nagyon általános, tehát ezt lehet empirizmusnak hívni, de igazán nem arról van szó, hogy, hogy nem, nem feltételezés, hanem pontosan kellenek azok, azok a hipotézisek, amiket mondasz, de utána megnézzük, hogy azok, azok a hipotézisek megállnak-e. És ez óriási eredményekre vezetett az én, én olvasatomban az emberiség egészében. Uh -huh. Hát én naként reflektálnék erre, hogy azért azon érdemes lenne elgondolkodni, hogy honnan jutottunk hová, tehát hogy ez a fejlődés történet, ez vajon nem ugye ennek a nyugati civilizációnak mondott Görög-római és zsidó-keresztény kultúrkörön álló vagy alapuló világnak a fejlődése, ami aztán végül is a polgári társadalmakban ért véget, illetve tart napjainkban, mert nyilvánvalóan jobb ma az egészségügy, tehát millió szempontból, ami, ami működik, ami teljesen racionális, és meg tudja változtatni az életünket egy pozitív irányba, nem csak testileg, nem csak materiális, hanem kifejezetten mondjuk lelki síkon is. Ez teljesen valid, és ez teljesen áll, ez az állítás. Csak szerintem ez a fajta gondolkodás, ez abszolút ennek a civilizációnak a gyökeréből származik. Tehát ez a technológia ehhez kifejezetten kellett. A görög filozófia, a római jog, a, a Krisztusi megbocsájtásnak a, a lelki síkja, meg az az Ószövetségi zsidó kultúra, ami ezt a fajta teljes abszraháló képet felvonultatta, aminek az elegyéből jött létre a mai nyugati civilizáció. Tehát nem gondolom azt, hogy mondjuk létezne ilyen, hogy hindú technológia, vagy hogy taoista jog, meg ilyesmi. Tehát, hogy azok a fajta teljesen más civilizációk, azok ugyanúgy, egy nagyon-nagyon modern törzsi állapotban megmaradtak, és ez, ha máskor nem mondjuk a gyarmatosítás idején, nagyon jól kirajzolódott, hogy miért is van az a kultúrsznop nekünk, nyugati embereknek, a mindenféle más primitívnek mondott népekkel szemben. És szerintem ma a mai világ mondjuk sokkal közelebb van egy ilyen, ilyen értelemben, amit mondok, hogy a racionális javakat képes, vagy racionális ö, igényű gondolkodással képesek vagyunk ezeket a nem csak materiális, hanem, mint mondjátok, szellemi és lelki síkon zajló javakat megteremteni magunknak, amelyre igénye van az embernek. Ez szerintem sokkal közelebb áll mondjuk egy krisztusi világképhez, mint mondjuk nem tudom, egy 1300 évvel ezelőtti világ, ahol még bőven ilyen törzsi, meg voltak jelen, akár Európában is, és emberek, nem tudom, olmot öntöttek egymás fülébe. Nagyon sokszor mondod ezt, hogy, hogy miből ered a mostani civilizációnk, aminek van egy Sorok között talán odaértett gondolata, hogy tehát az, ami, ami a gyökere volt, abból többet kellene csinálni, például talán irracionalitásból vagy Istenhitből. Ez kicsit olyan, mint hogy a kémia, a mai kémia az az alkímiából ered, és ez egy tény, de ettől függetlenül nem fogok visszamenni e, alkimista kemencék mellé fémeket öntögetni, mert nem az alkimia miatt lett a kémia, hanem az alkímián keresztül, tovább folytatva a szellemi fejlődésnek és a valóság megfigyelésének az útját, jutottunk el oda, ami mondjuk ma a kémia. És szerintem pont ugyanez igaz a, a, a szellem, szellemi tevékenység, a filozófia fejlődését tekintve is. Hogy persze, tisztelhetjük a gyökereit, elismerhetjük a nagy teljesítményeket a történelem során, de ez nem azt jelenti, hogy tehát mondjuk a e, primitív babonás módszertan, mivel az azután most itt vagyunk, ezért abból még többet kellene csinálni, mert nem azért vagyunk ott, mert még többet csináltunk, hanem pont azért, mert lecseréltük. Hmm, ez egy e, nagyon, ezzel egyetértek, tehát ez egy nagyon érdekes ö, reflexió, de de nem tudom, tehát hogy én azért nem gondolom ezt ennyire direktnek, hogy ez így elválasztódott egy ponton. Tehát szerintem ezt nem úgy kell látni, hogy ma van egy modern világ, és azelőtt meg volt a primitív babonás módszertan, hanem azért en tehát, mondjuk az empiris... Bocsánat, te mondtad, hogy, hogy a nyugat versus a hindú jog nem létezik, meg ilyesmi. Szóval ott azért te húztál egy éles vonalat. Bizonyos ja, világrészek... Nem, bocsáss meg, én az időbeli síkra gondolok most, hogy hogy nem gondolom azt, hogy az ne szervesen következne. Hogy volt egy pont, a, nem tudom, a francia forradalom, vagy bármikor a, a kora újkor végén, és, és onnantól kezdve elindult ez a fajta racionális igény, gondolkodásuk. Egyetek. Én nem is állítottam egyébként meredek átmenetet. Igen, de azért az, hogy lecseréltük, így fogalmaztál, és azért itt már a nyelvnek is van egy Fokozatosan ilyen. Fokozatosan lecseréltük, igen, igen. Mm. Mondok, mondok, egy példát, ami ahogy itt beszélgettek, ugyeh eszembe jutott, hogy sokan beszélnek arról, hogy hogy mit tudom én, egy ajahuaszka utazás vagy valami vagy, vagy, vagy egy másfajta inspiráció által jövőbeli életek vagy akár múltbeli életek belátnak bele és, és akkor és és ez, ez egy olyan beszámoló, hogy hogy névértéken, hogy valaki erről beszél, akkor azt mondom, hogy hogy ez a teljes élmény, én ebben nem, hogy tudok ebben bármilyen szinten beleszólni. ú, hogy lehet ez bármilyen szinten? Nem is kell empirikus úton ellenőrizni. Ezen a ponton én azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, lehet úgy élni, hogy akkor ezt elfogadjuk készpénznek, és nem foglalkozunk azon, hogy az ioh az mondjuk a, a világ legerősebb idegmérge, és akkor az mondjuk milyen halucinációkat okoz. Tehát én, én, ezen a ponton azért azt érzem, hogy, hogy ezt ignorálni, hogy ott valami nagyon komoly dolog történik az agyban, az én azt gondolom, hogy amikor már tomográfaink vannak meg eszközeink, hogy, 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 hogy vizsgálatot végezzünk, akkor szerintem kevés csak azt mondani, hogy jó, ezt elfogadom. A másik pedig az az, hogy egészen egyszerűen például a, a múlt, a, az előző életekre vonatkozó állításokat például elvileg legalábbis lehetne ellenőrizni. Ami szerintem egy érdekes, én, én ör, nem azt mondom, hogy örülnék, vagy, tehát ilyen szempontból teljesen semleges vagyok, de, de a világ iránt érdeklődő ö, emberként ö, én biztosan nagyon izgalmasnak találnám, hogyha, hogyha olyan, olyan állításokat, ami ami mondjuk egy ilyen ö, állapotban ö, mondjuk a, ö, előző életre vonatkoznak, ellenőrzünk, és kiderül, hogy az illető nem tudhatott arról, hogy, hogy, hogy ö, amiről beszámol, az mindenképpen nagyon izgalmas dolog. De én nem érzem azt, hogy a, hogy ennek a fantasztikumát, vagy az izg intellektuális izgalmát megölni az, a, az, hogy ennek utána nézünk. És ebben az értelemben én azt látom, hogy ez az a fejlődés, amiről beszéltek, azt jelenti, hogy egyre több mindenhez férünk hozzá, egyre több kérdést tudunk feltenni. Ez szerintem tök izgalmas, én sem látok átmenetet, nincs az egyiknek vége, vagy, 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 és nincs egy ilyen határ. az viszont igaznak tűnik, hogy egyre több mindenbe tudunk belemenni, és egyre több mindennek tudunk utána nézni, és, és ebben az értelemben igenis olyan dolgok, amik, amik abszolút fantasztikusak, és, és abszolút a, a misztika világába tartoznak, tartoztak mondjuk 200 éve, ma már, ma már megismételhető Tudásunk van róla, és ez, ez, ez nagyon izgalmas, és, és lehet, hogy a jövőben, illetve folyamatosan azt látjuk, hogy egyre több mindenhez férünk hozzá ilyen szempontból. Uh -huh. Igen, és ebből szervesen következik például az, hogy akkor szükségszerű deszakralizálni valamit. Tehát, hogyha megtudjuk azt, hogy valaki, tehát mondjuk megtudjuk azt, hogy Mózes mondjuk skizofrén volt, vagy valamilyen pszichoaktív szer hatására látott egy bokrot égni, de el nem égni, hallott hangokat, akik azt mondták neki, hogy valami kőbe vésem bele dolgokat, amit elvileg ugye nem is ő csinált, akkor ez ettől elíti, attól, hogy a valóságot subjektívként fogadjuk el, és csak szubjektív valóság létezik. Mert például van egy ismerősöm, aki abszolút materialistának vallja magát, de ő azt, mondja, hogy ő csak a világban való hullámokat és rezgéseket fogadja el, és viszont minden, amit tapasztalunk belőle, a valóság konstruálása, az szubjektív. És ilyen értelemben akkor ezt elítéljük. Tehát az szerintem is egy és nagyon izgalmas, hogy egyre több mindent tudunk, egyre több mindenhez van tudományos hozzáférésünk, de ezzel egyszerűs, mint az, akkor azt is mondjuk-e, hogy elítéljük-e azokat az embereket, akik egy másik korban máshogyan gondolkoztak, illetve aki ma bármilyen elgahatására ugyanígy gondolkozik, azt mondja, hogy ő nem valahogy nem tud azonosulni ezzel a fajta tömegtársadalom, fogyasztói társadalom modern gondolkodásával, hanem azt mondja, hogy ő igenis egy kicsit ilyen skizoidabb módon gondolkozik a világról, vagy konkrétan nagyon szeret mondjuk egy ayahuasca ö, utazást kipróbálni, akár teljesen autentikus körülmények között, akkor az, egy, akkor az nem a valóság, akkor az, akkor az mindenképpen ö, háttérbe soroljuk az empirizmus mögé. Okay. Én, 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 nem bírom én abszol... nem beszúrni, hogy Ocsán, én nem ilyen. úgy voltam ayahuasca szertadáson, úgyhogy... Én például kipróbáltam. Csak megjegyzés, de folytatjuk. Az ez az egyébként a valóság megismerésének a része, tehát ez annak az Így izgalmának a része, van. Pontosan. amiről beszéltél. Uh, nyilván vannak kockázatai, senkinek nem mondom, hogy menjen a jó aszkázni, és az én élményem is nagyon vegyesek, de egyébként nyilván megfelelő óvintézkedések közepette én egy nagyon nyitott és kíváncsi ember vagyok, aki sok mindennel kísérletezik zárójel bezár. Jó, ez, tehát én abszolút, én, legalábbis nekem nagyon gyors válaszom arra, van arra, hogy ez nem értékítélet. Én csak azt mondom, hogy megvizsgálhatóak állítások uh -huh. adott esetben. Én csak ennyit mondok. Akkor de Igen, ez egy érdekes, hogy szóval én is, érdekes, szóval én is jelent, úgy érzem, hogy ez én ijesztően konszen, konszenzusos, egy bizonyos szintig, de aztán utána azért vannak olyan mondások, amikor én is az van, hogy hogy, hogy, nekem bizonyos szavak utána, tehát hogy van egy olyan általánosítő lépéseink, amikor mondtad azt, hogy, a, a fogyasztói társadalom, tehát hogy ott hirtelen van egy olyan lépés, ahol, ami nagyon sok dimenzióban új, újat hoz be, és, és amiben valószínűleg sok minden egyetértünk, és biztos lennek vitáspontok. Tehát az, hogy például szétverjük a bolygót, annak közepesen gyengén örülök, és nem, nem egy felelősség szempontjából, hanem megint csak szinte pragma, pragmatizmusból, hogy, hogy hogy akár nekünk, vagy a gyerekeinknek milyen, milyen, milyen traumákat fog okozni az, ami, amiben most vagyunk. Én azt gondolom, hogy, ez, hogy ezek nagyon fontos kérdések, csak nem ide hozzuk be, mert, mert megint kifeszíti a, a kereteket. Egyébként ezzel kapcsolatban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit jelent ez, hogy elítéljük? Kérdezted, Igen. hogy elítéljük-e azokat a régi, vagy akár ma élő embereket, akik amúgyan gondolkodnak. Nagyon sokszor azt érzem, hogy ez a szó igazából semmit nem jelent. Tehát, mit jelent az, hogy én csúnyát gondolok róla, vagy, vagy meg akarom ölni, azt jelenti, hogy elítélem, vagy Tehát, hogy a, a, a konkrét ötletekről van értelme beszélgetni, és hogy azok igazak, vagy nem igazak. Én szeretnék a valóságban minél több olyan dolgot, ami igaz, tényleg igaznak elfogadni, és olyan dolgot, ami nem igaz, azt meg nem igaznak elfogadni. És akkor erről beszélgethetünk. Én nem nagyon. Nem nagyon gondolom azt, hogy én lennék az, aki a ítélkezés motivumot pont behozza. Ha valaki, akkor mondjuk pont a vallások. Hmm. Nekem az jutott eszembe, így a, az előző ö, téma kapcsán, hogy ö, azért azért nagyon érdekes lenne belegondolni, hogyha ma a, az egyházaknál újra fontos szerepbe kerülnének azok az emberek, ami például úgy említetted, hogy te pont voltál egy ayahuasca tripen, vagy mm, szertartáson, ö, hogy azért ezek az emberek sokkal jobban érzékelik a valóságot, szerintem so, sokkal közelebb állnak, és egyáltalán nem kell hozzá mondjuk pszichoaktív szer, hogyha valaki szeren, át, általában inkább szerencsétlenségére ilyen embernek születik, mert ö, arra gondolok például, hogy ö, van, van, nagyon sok ismerősöm, aki mondjuk ki nem állhatja mondjuk a szupermarketek világát, mert fényérzékeny, hangérzékeny, ne Isten van egy ember, aki mondjuk ott kasszásként dolgozik egész nap, és akkor 0-24-ben azokat a borzalmas popszámokat hallgatja, zsonga feje, nem tud önmagára odafigyelni, és hogy lehet, hogy az ilyen emberek véleményére, és őt tovább, tehát akár a nem tudom, diszlexiás, diszgráfiás emberek, akár kifejezetten mondjuk pszichózisban vagy skizofréniában szenvedő emberekre, mint az archaikusabb kultúrákban érdemesebb lenne a mai világban odafigyelni, és ilyen értelemben osztom az egyház kritikátokat, csak én azt gondolom, hogy túlságosan puha a mai egyház. Sokkal keményebbnek kellene lennie. Úgy gondolom, ahogyan régen nem tudom, a vak embereknek óriási tiszteletük volt, mondjuk a vak vagy énekmondóknak, Ahogyan van egy csomó ilyen elmélet, hogy Mózes a skizofrén volt, Szent Pál, amikor el megvakul és meglátja Jézust, akkor ez egy epilepsziás roham. Tehát, hogy ezeket próbálják a különböző tudósok modern természettudományos érvekkel alátámasztani, hogy ennek vajon mi lehet a természettudományos oka. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lenne ezekre az emberekre odafigyelni. Sokkal jobb lenne, hogyha ezek az emberek nagyon fontos, közszereplők lennének a társadalmunkban, odafigyelnénk rájuk, mert mond, tehát mondok egy tök egyszerű példát, ugye diszlexiásoknál gyakran előjön, vagy ADHD-soknál, hogy hogy mondjuk nagyon összezavarja a szemük világát, hogyha talpatlan betűket olvasnak, és akkor át, általában jön a, a Times New Roman, és akkor az úgy nekik jó. De az, hogy egy kifejezetten érzékeny emberre odafigyelünk, akinek kvázi vannak, és én ezt 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 is ugyanúgy misztikának nevezem, mert ez egy abszolút elvont, absztraháló gondolkodás. Ha egy ilyen ember igényeire odafigyelünk, aki rendkívül érzékeny és kitett a világnak, az nem csak neki lesz jó, mert ő ezt ettől szenved, de mindenki másnak, aki ezt aki csak így vállat volna -e felett, annak is jobb lesz ettől, mert mindannyian, mindannyiunk személynek jobb az, hogy a talpas betűket olvasunk, és nyilván sokkal komolyabb témákat is fel lehet hozni ebben. Hozzám most nagyon közel van ez, mert hiszen a hallásérülteknek a foglalkoztatásával ö, ö, do, ö, foglalkozom, és ezen belül, illetve ezen kívül többféle ö, fogyatékkal élő ö, a, hogy, tehát, hogy többféle olyan fogyatékosságnak a segítésével is foglalkozom ezen túlmenően, ami, ami abszolút ebbe az irányba megy, tehát ahogy én látom, amin én dolgozom, az a társadalmi esélyegyenlőség, és ennek az egyik legfontosabb eszköze a munkavilága. Mm. Ö, de ezen túlmenően azt gondolom, hogy ebben olyan hiányosságok vannak, ez megint ez egy külön beszélgetés témája lenne, tehát itt van, 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 teendő, de jó, tehát hogy, és egyébként talpas is van, a grafikusunk erre azt mondaná, hogy ott vannak más szempontok, mi foglalkozunk digitális akadálymentesítéssel is, és, és ott, 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 kiderül az, hogy rengeteg szempont van, és ez, ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, hogy hogy lehet úgy a világot akadálymentesíteni, hogy nagyon sok, a, a sokféle képesség ö, egyidejűleg tudjon ezekkel a, 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 tudjon a mai világban ö, működni. Szóval ezek ez mind nagyon izgalmas dolgok. Kicsit úgy érzem, hogy megint, megint elmentünk így a, a, a egy számomra egy nagyon érdekes irányba, de, de, de most ez, ez kivezet a, a keretek közül. Én lassanként ö, azt javasolnám, hogy esetleg térünk vissza a mába, Onnan indultunk el, hogy a, az Ateista Klub, illetve különböző ilyen ateista fórumokon találkoztunk. Én szeretném kicsit a, a ti véleményeteket megkérdezni az ügyben, hogy, hogy mit, miért csináljuk ezt, miért vagyunk ott ezeken a fórumokon, mit lehet ma érdemes magunkat egy, 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 egy csoportként definiálni, milyen... Célokat lehet megfogalmazni ateistaként, és, és esetleg milyen eszközöket érdemes bevetni annak érdekében. Hogy, hogy a, a, ezeket a célokat megvalósítsuk. Nem tudom, hogy te mennyire tudsz ezzel azonosulni, de ott vagy ezeken ezekben a fórumokon. Tehát a, a te véleményed is ö, ö, érdekes ebből a szempontból. Én teljesen szkeptikus vagyok. Szerintem egy ilyen világban, ahol az algoritmusok irányítanak, és amit már ezerszer elmondtam, a korábbiakat nem nyitom meg újra, azok a, 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 szerintem nincs. Különösen így egy teljesen átlagemberként semmi esélyünk nincs. A, azt, azt tehetjük meg, hogy el, hogy leülünk, megmutatjuk, hogy lehet beszélgetni ezekről, és hogy ez egy nagyon, szerintem ez például tök fontos, hogy ez egy, ezek nagyon értékes dolgok, ezek értékes kérdéskörök, érdek, érdemes róluk elgondolkozni, akár egy kocsma filozófia szintjétől, egy nagyon magas platformig érdemes ö, akár ö, ér, érni ezekről. Ö, aminek nincs értelme, az kifejezetten ezek a kommentáborok, meg ezek a nem, nem túl magas röptő gondolatok, Uh -huh. Én is a magán a csoportokon inkább impulzus keresés, meg uh, ilyen terepfelmérés szintjén vagyok ott, bár szerintem igenis érdemes a, a, a közösség kovácsolás szempontjából ott lenni, hogy, hogy uh, legalább ilyen csoportok szintjén van egy ilyen kritikus tömeg. Én, amiket céloknak megfogalmaztam, azt az elején is említettem még problémafelvetések formájában, tehát szerintem az egész odafut ki, hogy uh, Felőlem létezhetnek vallások, nincs vele gondom, de hogyha a gyűlölet lesz a végkimenetük, akkor oda fogok állni és megpróbálom megállítani. Hogyha embereket pszichológiailag megnyomorítanak és pszichológiai igénytelenséggel lépnek fel, akkor is oda fogok állni. A babonán és irracionálitáson egy ideig csak nevetek, de az is, hogyha elér egy léptéket, akkor a szellemi igénytelenség elé is oda fogok állni és megpróbálni megállítani. Ezzel teljesen egyetértek. Talán még egy utolsó kérdés, hogy, ugye az elején úgy azt tűztük ki, hogy, hogy, hogy ez egy olyan egy, egy kultúrált beszélgetés legyen. Én ugye azt érzem, én, én ugye moderátori szerepben voltam, de ugye sokszor a, több helyen is a véleményünk különbözik, és ilyen szempontból egy kicsit azt éreztem, hogy, hogy nem, nem érezted de úgy, hogy ketten voltunk úgymond egy ellen. Szeretném megkérdezni, hogy érezted magad ebben a beszélgetésben, mint kihívó fél? <laughs> nagyon kellemes volt igazából, kicsit újszerű élmény volt számomra, mert ugye nem, nem ültem még profi stúdióban, úgyhogy én nagyon jól, nagyon fesztelenül éreztem magam, szerintem tök jó dolgok hangzottak el, lehet, hogy én lehettem volna egy picit összeszedettebb gondolkodású, vagy, vagy talán sokkal kreatívabb témákat is behozhattam volna, vagy másképp reflektálhattam volna, de egyáltalán nem éreztem ezt a fajta túlsúlyt ilyen, értelemben. Tök jó. Péter? Nagyon élveztem. Én szívesen folytatném még, folytatnám még egy sör fölött, vagy ilyesmi. Vagy egy következő alkalommal. Akkor én nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek a, a részvételt. Én is nagyon érdekesnek éltem meg, és úgyhogy hogy nem ismerjük egymást ahhoz képest. Szerintem nagyon izgalmas beszélgetést hoztunk össze. Köszönjük szépen a Media Voice podcastnak a házigazda szerepet, és, és, akkor sörözés közben vagy, vagy egy következő alkalommal folytatjuk. Köszönjük szépen a figyelmet!